Arra vártok. Arra. Mindenki. Mindenki. Nők is. Azok is isznak. Még jobban is. Miért gondolod? Feleségem is. Két bot csinálta pszichológusnő igyekszik a 9 fős ittasan vezetett csapatot 3 napos lelki ráhatással rábírni arra, hogy mostantól ne vezessenek alkoholosan. Rengeteg humor ötvözi a történetet, nem semmi a két szakember bajlódása, vívódása, mely a történeten átível. Bájos csetlő botló segítők és szeretnivaló figurák. Füsti Molnár Éva és Sólyom Katalin alakítják a szerepet az Utánképzés ittas vezetőknek című darabban. Igazság szerint nem értenek ahhoz, amit csinálnak, de tudálékosak. Most az egyik nagyon kedves, amit Keke játszik, Füsti Molnár Éva, a másik pedig ilyen nagyon szigorú és rettenetesen ilyen negatív, tehát ő nagyon-nagyon oda akar mondani, és nagyon mindent jobban akar tudni, de senki, egyik se tud semmit tulajdonképpen, és ezért azért tulajdonképpen, hát ha nem is nevetségesek, de azért szóval azt csinálják, amihez nem értenek, igen. Az én szerepem az egy ilyen koordinátor, tehát aki megmondja, hogy ki beszéljen, miről beszéljen, mit mondjon, mit ne mondjon, jó, amit tesz, nem jó, amit tesz. Tehát ez egy ilyen irányító szerep, amit én csinálok. De igazság szerint ugye mindenki, minden szereplő elmondja a saját maga kis történetét, esetét, tehát azt a történetet, amitől végül is okozott egy balesetet, és hát elvették a jogosítványát. És ezek a történetek kedvesek, aranyosak, humorosak, tehát tulajdonképpen maga a cselekmény az ettől jó, hogy ezek a történetek így egymásba fonódva úgy nagyon jó pofák. Erre én most nem reagálnék, kedves Emil. Én nem akarok indulatot mutatni maga felé, bár megtehetném, de én tudom magam irányítani, hogy ne legyek kiszolgáltatva az indulataimnak. Szóval a kérdés, miért jöttek ide, mit várnak ettől a 3 naptól? Ki kezdi? Ezt amúgy itt más is megtudhatja, amit mi mond? Miért ki tudná? Mit tudom? Mondjuk a rendőrség? Vagy akinél a jogosítványaink vannak? Az biztos, hogy innen nem szivárok ki semmi. Jaj. Ezért az ember gyanakszik. A két felvonásos tragikomédia 11 szereplője közül Sanyi az egyik ittas vezető. Foglalkozását tekintve vendéglős, aki egy kicsit elfuserált figura. Ennek a figurának van 2 gyereke, alkoholista, és se alkohol problémám nem volt, se gyerekem nincsen, még sose volt ilyen nehéz szerepem. Ráadásul részeget játszani, vagy esetleg ezeket az elvonási tüneteket megjeleníteni, ez nem egyszerű, de talán inkább nagyobb kihívás részeget jól játszani. Ráadásul ugye az egészre rátelepszik egy olyan szituáció, amiben az, hogy ő részeg, az nem fejeződhet ki, tehát ő nem bukhat le. Szóval, hogy érdekes, kicsit nevettem is magamon, hogy nem egy Hamletet játszom, de mégis ez ideig ez a legnehezebb szerepem. Izgalmas kihívás 11 szereplőnek végig fennlenni a színpadon. Nem könnyű, nehéz feladat. Egy ilyen próbafolyamat az egészen más, mint egy klasszikus darabé, ugyanis itt végig fenn vagyunk a színpadon, és míg egy klasszikus darabnál, ahol egy-egy szituációban jelenik meg egy figura, ott maga a szituáció is ki tudja fejezni a figura jellemvonásait, stb. Itt meg egy nagy közös szituáció van, amiben az emberek máshogy és máshogy viselkednek. Ráadásul egy csomó idő telik el ugye azzal, mire az ember elkezdi megjegyezni, hogy mi követ mit a darabban, mihez viszonyuljak, hogy viszonyuljak, mi az, amit meghallok, mi az, amit nem hallok, meg mi az, ami érdekes a karakterem számára, mi az, ami unalmas a karakterem számára. Szóval ez egy csomó-csomó időt elvesz, mondjuk egy normális, vagy normális, hát egy klasszikus darab próba folyamatához képest. Úgyhogy ez egészen nehéz. Ráadásul ugye, mikor már kész vagyunk, akkor ezt így végig koncentrálni, mert hát az ember nem eshet ki, mert az is érdekes, amikor egy színész beszél a színpadon, de...
az érdekesebb, mikor nem beszél, akkor mit csinál. A harmadik H. János darabot rendezi Sós Péter. Nagyon szereti H. gondolkodásmódját, problémalátását, azt, hogy kisemberek drámájával foglalkozik, a kisemberekkel törődik. Engem is a kisemberek érdekelnek, a kisemberek drámája, a hétköznapi emberek drámája érdekelnek. És a Jánosnak ez egy különleges darabja. Ez abból a korszakából származik, amikor a szerző már nem hisz a cselekmény és a történet létezésében. Most már a háj úgy gondolja, hogy a világ dolgai nem szervezhetők történetekké. Ebből következően ennek a darabnak sincsen cselekménye. Ugye, ha valaki piásan vezet és elkapják a rendőrök, akkor elveszik a jogosítványát 0-8 fölött, és akkor, de lehet, hogy már alatta is, nem tudom, nekem sose vették még el, és aztán egy háromnapos pszichológiai utánképzésen kell részt venni, amit mindenki kénytelen kelletlen teljesít, csak ki kell pipálni, aztán hat kapjuk vissza a jogosítványunkat alapon. Ezeket az embereket a szél fújja össze. Az égvilágon semmilyen kapcsolat nincsen közöttük első ránézésre. Azonban ahogyan elkezdődik a darab, és elkezdenek beszélni egymással, kiderül, hogy sokkal több minden és sokkal mélyebben köti őket össze, mint ahogy azt első pillantásra látnánk. És valahogy engem ez izgatott, hogy hogyan lehet a semmiből valamit teremteni, hogy nem tudunk abba kapaszkodni, hogy jellemfejlődés, hogy cselekmény, csak a pillanat van. A háj olyat csinál, hogy egy adott, ugye ez három nap története, hogy egy adott pillanatban húz egy egyenest, és azt mondja, hogy a társadalom legkülönbözőbb rétegeiből érkező személyek mit tudnak egymással kezdeni. És ez engem nagyon érdekelt. Ez egy nagyon-nagyon nehéz előadás, és színészileg is nagyon nehéz, mert itt 11 ember bemegy az elején, és 11 ember kijön a végén, és végig bent vannak. Ez olyan koncentrációt igényel a színészektől, hogy tényleg ember legyen a talpán, aki kibírja. Nagyon-nagyon nehéz, fizikailag, mentálisan, mindenhogyan, borzasztó nehéz. És akkor még nem beszéltem arról, hogy mennyire speciális és mostan körülmények között kellett az előadást létrehozni. A hosszú-hosszú ideig a pandémia miatt zárva voltak a színházak. Most végre lehet játszani, tehát most minden színház, így a Pécsi Nemzeti is, mindent belead, és éjjel-nappal felújító próbák voltak, beugró próbák voltak, előadások voltak, tehát mi nagyon nehéz körülmények között tudtunk próbálni, mert nagyon nehéz úgy próbálni, hogy próbáról próbára 3-4 színész hiányzik, mert felújít, mert beugró próbán van, mert előadásom van, és akkor az asszisztens, a súgó, az ügyelő áll behelyettük, és ők járják le, ők olvassák be a színészek szövegét, és akkor amikor végre vannak azok a színészek, akkor elmondjuk nekik, de hát akkor előről kell ugye kezdeni természetesen. Szóval heroikus küzdelmet folytat a színház azért, hogy a közönséget kiszolgálja, és ez nagyon tiszteletreméltó, és én nagyon örülök ennek, bár nagyon fárasztó, azt megmondom. 2,5 óra humor. A darab megnevettet, és el is gondolkodtat. Ez a Mário, ez nem semmi az, mi? Micsoda fasz? Mi ez a hang? Szippantás! Nem azt mondta, hogy prostata? Nem az orrával vizel, az biztos. Maga mit csinált a WC-ben, Mário? Semmit. De mi volt az a szippantás, ami behallatszott? Meg vagyok fázva. Az van, hogy meg vagyok fázva. János! Maga most rendőr? Vagy rendőr, pszichológus, és jön ezzel az őszintettség dumával? Komolyan!
Nagyon gyanúsít mindenki.